I'd like you to meet my friend Bob. Közismertebb nevén Fahrenheit, ma megint ebből a játékból fogok nektek mutatni, de előbb egy tartozás, most kiderül, hogy hova rejti Lucas a kés. Én továbbra sem értem, miért nem lehetett mutatni, de hát nem baj, ez lépjünk tovább, jöjjön a játék. És ő már itt Tyler, a rendőrnyomozó, akit mi fogunk irányítani, illetve Valentini, akit szintén mi fogunk irányítani. Hát, igen, én is inkább a csajt irányítanám, jó. A kocsi egyébként eszméletlen jól néz ki. Már nem csak úgy, hogy grafikailag, hanem mint autó, szóval, hogyha milyenre telik zsarú fizetésből, akkor szerintem megvan a hivatásom. Ott a háttérben látszik az a fostalicska rendőrautó, hát olyan szokott általában lenni, úgyhogy... Na, itt már bent vagyunk a mosdóban, és most Tylerrel megtaláljuk a kést, de legalábbis valamit turkálunk akkor, hogyha nem a kést. Nagyon jó, mindig lesznek párbeszédek a két rendőrnyomozó között, amik igen jól ki vannak találva. És Tyler karaktere nagyon jól meg van csinálva egyébként, ugyanúgy, ahogy mindenkié. Tipikusan néger rendőr, egyedül a mozgásával voltak nekem kisebb gondjaim, ami, ha bár nem mindenhol gyakori, vele voltak gondok, illetve ugye Tyler megy ki, és mind a ketten kimennek utána, szóval, és itt láthatjátok a fordulásokkal nekem gondjaim adódtak itt a négerrel, később már ezt is kigyakorolja az ember, és ugye mint néger karakter, minden fejlesztő próbál a néger karakterének egyfajta négeres gettós mozgást csinálni, amit viszont csak egy nagyon vékony vonal választ el a buzis mozgástól, már elnézést, és szerintem itt a Fahrenheitben inkább az utóbbi sikerült. Szóval komolyan nézzétek meg, azért elég furcsa, de ne szaladjunk ennyire előre, ez meg itt a tutorial pálya, ahol a rendező segít majd nekünk eligazodni az irányításban, és ebben Bob is a segítségünkre lehet majd, akit mi fogunk irányítani. Ő vett egy ilyen tesztbábú, töréstesztbábú, ugye, mint láthatjuk. Az irányítással nincs különösebb gond, csak egy kevés, azt mondtam korábban, habár itt majd úgy látjátok, hogy abszolút béna vagyok, ez azért van, mert általában már ilyenkor átállítom, és például itt most nyomogattam nagyban a bal shiftet, mire rájöttem és elolvastam, hogy a jobb shiftet kéne nyomogatni. Nem baj, így is jó. És most elmagyarázza, hogy az ikont mindig semlegesen kell tartani, hogy ne essünk depresszióba. De mielőtt belekezdenénk, egy nagyon fontos dolgot el kell mondanom. A menüben, az opcióknál véletlenül se kattintsátok ki az autoszévet, így ne hagyjátok, eszetekbe se jusson, ne is gondoljatok rá, ne is nézzetek rá, mert ha kikapcsoljátok, nem fog menteni, a játék közben nem menthetsz magadtól, a játék közben nem állíthatod vissza az autoszévet, úgyhogy mindent, amit játszottál, azt kőkeményen kezdheted előről. És ez már a park, a gyilkosság és a nyomozás után, ismét Lucast irányítjuk, Marcus Kénhez megyünk, a testvérünkhöz, aki egy pap, és hát tőle várunk majd valami megoldást, valami segítséget. Itt arról beszélgetnek, hogy már 2 éve nem látták egymást, és hogy milyen hosszú idő volt, és itt Lucasszal bevalljuk, hogy megöltünk egy embert. Ugye, mint említettem, Marcustól várunk valami megoldást, hogy mit is tegyünk. Láthatjátok, a környezet hihetetlenül él. Mindenki mozog, beszélget. Marcus most ledöbben, ugye? Ahogy azért mi is ledöbbentünk. Ez talán valami öröklődés a családnál. És itt láthatjátok, többféle opciót választhatunk, hogy mikor mit mondunk. You need this more than I do. Marcus, you know that I don't believe in all that. Thank you.
Thanks.